Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő szabadban élő ember lett, Jákob ellenben szelíd sátorlakó. Izsákot és Rebekát két fiúgyermekkel ajándékozta meg az Úr, Ézsauval és Jákobbal. Ézsau kóbor vadászember volt, Jákob pedig pásztor sátorozó. Aki vadászatból élt, nem minden nap tudott vadat ejteni, ezért néha éhezni is kellett. De egy juhász mindig könnyen jutott élelemhez. A két testvér között nagy különbségek voltak. Állandóan bántották egymást, és fájdalmat okoztak egymásnak. A szülők személyválogatása csak fokozta a feszültséget és irigységet Ézsau és Jákob között. Ézsau az apjának kedveskedett, Jákob pedig az anyjának. A szülők személyválogató bánásmódja egy életre szóló nyomot hagy gyermekeik lelkében. Ha nem gyűlölöm meg magamban a személyválogatást, életem mások kárára van.